Második versenynap és egy nagyszerű győzelem State of Chaos a nyerő Farkas Dorottyával a Dőri József emlékversenyben. Kovács Sándorék első sikere. Horváth Károly emlékverseny handicap, és nagyon látványos csata három ló között. Három évesek a főszerepben, Cunami a nyerő Gulyás Szabolcsal, Fabrizio és Partizánt megelőzve. Merhal Erna emlékverseny 1400 méteres távon a szintetikuson. Apró pénz sikere meglepetés, így aztán akik benne bíztak, az egyáltalán nem volt apró pénz. Újabb szoros finis, Sütvényi handicap, Fáris és Falaris nagyon látványos csatája az utolsó 300 méteren. Végül hatossá Fáris az erősebb, mondja Irmádi Hival. A Szent Tamási Istálónak van két remek importja, ezt ezúttal Short Circuit bizonyítja. Frankl három éves fia fantasztikus stílusban nyert 1500 méteres távon. Igazgatósági díjra cseh vendég nem más tartoz, az öt induló közül Delikát volt a legerősebb, és meglehetősen magabiztosan nyerte a futamot Sándor Mátyás és Dilmerika Sweetie előtt. 1600 méteres távon a Kilcock handicapen Pennsylvania győzött, kis képességű lovak versenyében a szürke 4 éves herélt Mucsinka Vivien elért haza. És a hatos nyerők napján az utolsó futamot és a hatos program számú telévér nyerte Trun, ifjabb Kozma Istvánnal, magabiztosan a Kincsen Parki újoncot Denizt előzte meg, a harmadik helyre pedig Middle of the Night érkezett meg.